Szeretnék még egyszer tavasz búzát vetni, jó fekete földet a kezembe venni. A jászfényszarói városhatárban található Trianon emlékműnél Vas Albert költeményét szavalta Rácz Ádám a helyi megemlékezés felvezetéseként. Az országgyűlés 9 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóját a Nemzeti Összetartozás emléknapjává nyilvánítja. Az idei városi megemlékezésen dr. Sándor Mátyás, a polgármesteri hivatal jogi és hatósági osztályának vezetője köszöntötte a résztvevőket. Fontos visszaemlékeznünk erre a békeszerződésre, és nem szabad soha elfelejtenünk azt, hogy ennek a békének az ára jelöletlen sírokban nyugvó hősök és szétszakított családok. A békediktátum hatásairól, következményeiről Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi Művelődési Ház igazgatója osztotta meg gondolatait hallgatóságával. Területi gazdasági veszteségeinket növelte az a tény, hogy döntően magyar lakta területek elcsatolására is sor került. Számos települést, például Komáromot, Nagylakot, Somoskőt, Sátorraljaújhelyt, Nagyszalontát, Otlakát, Szabadkát közigazgatási határain belül is kettészeltek, nem törődve azzal, hogy családokat szakítanak szét. Hangsúlyozta, hogy hazánknak az Európai Uniós tagság azért is fontos, mert az utódállamok társulásával szabadon látogathatjuk egymást honfitársainkkal a határon túl is. Az egyes települések is sokat tehetnek az összetartozás erősítéséért a községek, városok közötti testvérkapcsolatok kialakításával és életben tartásával. Erre törekedett az elmúlt évtizedekben Jászfényszaru is. Nyugatbánság! Az elcsatolt területek emlékére egy-egy szál szegfűt helyeztek el a város általános iskolásai az emlékmű talapzatához, majd az önkormányzat képviselői megkoszorúzták a szétszakított országot jelképező kettétört kőkeresztet. A templom harangja szólt minden elhunyt katonáért. A megemlékezés a város első világháborús emlékművénél folytatódott. Itt Tancikó Attila, a polgármesteri hivatal munkatársa olvasta fel az első világháborúban meghalt helybéliek nevét. Emlékükre helyeztek el mécseseket a szobornál. Miután lerótták kegyeletüket, a résztvevők a templomba vonultak át, ahol a magyarságért mutatott be szentmisét Kis Gábor plébános.